Ólója, meg nagyon jól reagált alá, meg a seregen is egy csókból támadott be, tehát nem flánkáltam. Meg ugye két viking otthon maradt, tehát négy vikingel, négy koló ellen az esélytelen volt. Hát meg két koló, mindkettő piros volt. Igen, és... hát szépen átomusztam, mert nem tudtam fókuszolni. GG, mit érzel ellened, mi lesz? Hát ellen most már kéne valamit alkotni. Készülj. Én nagyon készülök. Igen? Nagyon-nagyon készülök, lelkileg. Ennyi egy kis arcolás, gyerünk! Ne, én nagyon szívesen játszanék jó tévét. Nem akarok belekerülni, mert akkor azt mondják, hogy úgy ülök, mint most nyertem volna meg. Látod, abban a fotelban a popcorn is úgy ül, mint de akkor látod, ugyanúgy ül. Ahogy te ezt mondom, hogy oda föl kell rakni a kezed. Tehát az mert nekem is kell úgy hát igen, amúgy. Igen, rossz helyre jövök. Kezdjük újra. Elkölcsi győzelem az az enyémot is. Ja, így van. Jobb volt ácskál. Következő mérkőzés, amit azt mondom hozzá, szerintetek ki? Dynamite. Dynamite, Korn. Bridge. Nem, Dynamite. Abban a meccsben? Szerinted, hogy te mit tippelsz Dynamite? Eredmény mondja. Nem csak eredmény, hanem azt mondja, hogy mi lesz. 2-0 easy beat. Ma lehet 2-0 easy beat. Szabi? Csak egy külső beat. Ebben a szegben csak ezt lehet. Jó, jó. Szerintem 2-1 lesz, egyik meccsben belézel valamit. Jó, lehet. Ne haragudj. Na jó, akkor kezdődjön is a következő meccs. Na, folytatjuk. Na, pokol helye! Mindenki. Tovább dobj, de viszem vissza. Studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing, maybe 30 minutes, I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home, and that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer, why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Na, sziasztok! Akkor itt is vagyunk, és következik a következő. VDM-et nézzük már meg, hogy mit írjuk. Összecsapás! VDM! Ki az? Mi? Mit akar? Jó van, csá. Jó, oké. Okay. Na! Lini! Akkor add már chatre, hogy lássam, hogy mit írnak. Jós. Na. Mutatkozatok. Akkor Popcorn Dynamite. Akkor a chat nem ők kommentálnak, ők játszanak. De ne az angolra, hanem a magyarra. Kommentálni Bridge és Juggernaut, amennyire én tudom. Így van. És a harmadik és a negyedik helynek az eldöntő mérkőzése, tehát aki itt veszít, az 25 dollárral lesz gazdagabb. Lesz gazdagabb. Vagy... Nem, ez még nem az első szett? Ez még nem a bronz meccs. Tehát a harmadik és negyedik helyért megy. Ez már a harmadik és negyedik helyért. Az nem a bronz meccs. Aki itt most kikap, az már tud a negyedik. Mármint értem, hogy a negyedik helyet dönti. Igen, el, az meg. Történt, hogy egy kicsit más bracket került ki a... a képre. De a system az jó. A system az nagyjából jó, tehát az egyik egy double elimination lesz, úgyhogy aki most itt kikap, ő az a negyedik.
És az már aki itt nyer, az még lehet első is. Ennyi a lényeg. Így van, és aki itt nyer, az még első is lehet. De viszont aki most ott kikap, az már csak... Akkor bal alsó sarokban közben rózsaszín színekben Poison Hearts Dynamite, a kedves zergünk. Így jobb felső sarokban, kérdődés. A hasonló Poison Hearts csapatból a versenyegyi szponzora Popcorn. Aki az előző mérkőzésen Ám Bátor előnyben volt, kikapott végül. És egy Nexus First lesz, meglepő, mondom, maszalában... Bátor? Hát igen, jöhetne most egy 6 pool, aztán szabad csumi. Hát azt mindjárt elégíteni. Valószínűleg nem. De kikapna már. Akkor. A lényeg az, hogy... Igen, Dénes. Ritka Nexus First. Mostanában inkább az ilyen gate expandokat szokták erőltetni, ami nem jelenti azt, hogy a Nexus First szar lenne. Igen, lévén, hogy általános a Gate Expand, ezért nem gondolok az elég Nexus First-re, úgyhogy ebből kifolyólag nem is mennek igazából a Six Pool-ra, mert azt a Gateway First-re azért elég könnyű megfogni. Hát igen, meg az előnye a Nexus First-nek, nem a Nexus First-nek, a Gateway-nek az, hogy hamarabb van Mothership Core. Igen. És azért a Mothership Core megegyezhetünk benne, hogy egy baszott erős egység. Egy jó egység. Egy nagyon jó egység. Na, na most mi már, történik? Mi van már? Gyerekek, haladjunk! Na, mi történik? Mi a baj? Akkor ezt beszélni. Konfixek. Jó van, hát amíg pubiek kalibrálják a dolgokat, nem tudom, hogy ez eddig miért nem sikerült. Jó, hát közben derülnek ki dolgok, mint a hát, inkontinencia probléma. Nincsen probléma. Zenét rak vissza azért, Gyula. A lényeg az, hogy a Nexus First-nek az a nagy hátránya, hogy sokkal nehezebb vele deríteni. Nem most állítgass már gyújt. Most fel nincs zene. Hát egy nincs zene. Hát igen, meg talán a tech is valamivel később jön, tehát nem valószínű, hogy túlzottan agresszívan fog játszani ebből. Hát nem mondom, tényleg az, hogy hiába tech kell, hogyha hardcore tech. Tehát az a lényeg, hogy kijön egy Zilla, egy Stalker, meg a Mothership Core, hogy egyrészt nagyon safe, annyit nem késik a Nexus Land, és mellette meg tud deríteni, tud egy kis pressure-t rakni. Tehát igazából, ha például kirakja a hatchery-t sparring pool előtt a harmadikat, vagy elég hamar, tehát queen-ekre, akkor akár még el is veszíti ki a hatchery-t. El tud veszíteni overlordot, ilyesmiket, így meg oda megy az erg, ott az overlord, és látja pontosan, hogy mi van. Dacin közben jókor hív telefonon, üdvözlöm innen is, itt pártnában. Jó volt. Benne akart lenni a tévében. Dacin közben a barkabban énekelt, hogy benne vagyok a tévében. De benne is van, valamennyire. Na és, tehát hogy így pontosan látja az Erik, hogy miről is van szó. Tehát látja a Nexus, ez a nagy hátránya. Míg a Volban ez ott is probléma volt, csak ott igazából a Mothership Core-nak a hiánya miatt nem lehetett annyira szépen. Ott is lehetett Gateway expandni, csak itt kétszer olyan szépebb, mint a Volban. Tehát a Nexus First-e rossz, majd kiderül, és hát már szedi is a gázt, popcorn, ami majd azért majd kiderül, hogy mibe fog ez és kerülni. Közben látja, hogy nincsen harmadik bázis a Dynamite-nak. És hát, ahogy látjuk a Protebben egy rócs van rend. Igen, igen, és popcorn joggal aggódik abból, hogy nincsen harmadik bázis, aminek már épp ideje lenne, hogyha ki akarná tenni Dynamite. Igazából, hogy itt most kivesz egy 10 rócsot, az igazából, hogyha nem jön ki a Mothership Core időben, akkor meg lehet fogni még így is. Tehát, hogy ahogy elkészül a cím, egyből berakja a Mothership Core-t és egyből lerakja egy robót, akkor simán megfogja. Mivel kikronóz egy immortált, és a Mothership Core is. És a Mothership Core amellett, hogy van egy photon overcharge, amellett még folyamatosan tud DPS-elni. Igen, igen. Tehát közben már érkezik a 6 rócs, de a Mothership Core-t még Popcorn nem kezdte el, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy meg tudja majd fogni. A nagy hiba az, hogy nem, tehát szupli blokkban van Zerg barátom, hát lehet, hogy nincs lárvája se. De... Milyen este a rócsok jönnek attól függetlenül. Tárgép, az sem rossz, hogy Void Ray, az nagyon erős. Viszont nincs Mothership Core. És igen, az egy kalasz nagyon kevés. Igen, ez kevés lesz a 7 rócs ellen, és azt valószínűleg nem fogja tudni megfogni, hogyha erre Popcorn nem készül fel jobban. Készül közben ez Tárgép, de... Hát kéne egy Void Ray hozzá, de valamiért nem vagyok benne biztos, hogy ez időben ki fog jönni, és valószínűleg elég nagy kár fog tudni okozni, mert Dynamite ezzel. Megfogni meg tudja. És
Csak sokkal fog szenvedni. Hát szerintem próbot, vagy próbot, vagy telképületet fog veszíteni. Igazából a Sentry is nagyon fontos, hogy ez ne pusztuljon el. Hát hogyha Dynamite lennék, a Cybercore kifokuszálám, lévén, hogy a Wargate körülbelül felénél van, és az elég nagy bukó lenne. Kijött a Mothership Core, és hát tud DPS-en is, a kanon is lövi a rócsot. És most jó, azért mondjuk azért nem sebez annyit, és leesik a Forge. Én inkább a Cybercore-t lőném Dynamite helyében. Igazából, hogy be tud jutni, de mondjuk, hogy most fölmegy a rámpán, az neki elég ütős lesz. Itt lehet, hogy 1-0 lesz hamarosan, és értézik a GG Popcorn-tól. Tehát ez rengeteg rócs, és Popcorn-nak különösen nincs. Kijön a Void, csak a Maniza nagyon greedy volt most Popcorn. Tehát veszi a robót, és veszi a Stargate. Tehát viszont a Stargate fönt van, ami azért egy nagy erőny abban a szempontból, hogy... hogy akkor ezt nem tudja megősíteni, de azért a Batch mondjuk hamar charge-olta be, viszont az, azért az nagyon boltja a rócsokat. Igen, megérde. Viszont nagyon sok worker el fog esni, eddig is elesett szerintem pár, hogyha Gyula megmutatná a worker skill-et. Eddig 5 worker esett el, ami elég jó, és ez csak növekszik 7, 8, 9, miért és egyre több worker esik el. Miért le, Void? Igazából a overcharge-ot én... igazából okos, hogy tartogatja, viszont az leesik, olyoly. Bobby, aki nem nyomja el. Ájjáj. De itt nagyon sok worker. De ha megnézzük, Supliba előnyben vannak, csak az a baj, hogy itt most a Zerg szabadon kivesz, most is letjük 7-esével, 9-esével fossa effektíve a drónokat. Hát igen, de ez az inject methodnak az előnye. Hát ez nagyon hamar eszkalálódni fog abba az irányba, hogy GG. Igen, tehát itt Popcorn egy hatalmas hátrányba került azáltal, hogy ennyi próbot elveszített, és hát elég greedy volt, unitja sincsen, a próbjai is visszaestek, és konkrétan az, hogy greedy volt, nem hozta vissza a... tehát kockázatos volt, de nem jött be, mert nincs annyi próba előrébb, mint kéne lenni. Egyből kivette volna a Mothership-kor, lett volna időben 100 energy, és akkor igazából csak beöleti magát az állat. Akkor is akkor sebzés, de nem annyit, mint így. És nézzük, most kb. Minden egyes cycle-el, larva cycle-el egy előrébb került. Tehát már most 11 drón van berakott, brutálisan undorító, 56 drónom van, és amúgy, hogyha nem lett volna ez, egálba lennének. Igen. Ami nem szar. Tehát így az abban jön az egy-egy, gondolom Hydralisk lesz, viszont jön a koló, ami akár meg is lepheti. Dynamite-ot. Roach lesz? Hát az a baj, hogyha van is koló, de nem lesz alatta elég egység. És Force Field sincsen túlzottan sok igazából, tehát kételkedem abban, hogy ebből Popcorn túl jól jön neki, hogyha egy direkt Indiegyben belemegy. Hát de elég csak kivenni pár kolót rá, expandni, aztán Void kolóval matekozni. Csak itt a nagy kérdés az, igen, amit már szerettem volna kérni, hogy miért nem jönnek az overseer-ek, és miért nem jön egy turbo overseer, ami a patch óta brutálisan undorítóan gyors, simán bedelíthetné, hogy mi jön, és már jönne a Spire. És most is jön az overseer. És az a baj, hogy minél később jön a Spire, annál nagyobb annak az esélye, hogy megkapja. Mondjuk ott a harmadik béza, megnézi a nembe, azért akkor nagyon okosan csinálja, hogy tudja, hogy ez az egyetlen egy esélye, és meg is lehet fogni, mert az overcharge, koló, meg sentry azért egy good unit, good balance. Hát meg a két rámpa. Tehát ez is nagyon jól fogható, mármint két force fieldból megoldható, meg a lenti is. És ebből a szempont a lenti, lent lefelé. Jobbra, Gyula. Ott az. Ott na, a kő után az már egy... De itt ezt le lehet bontani, ezt a követ, nem? Én a helyébe lebontam. Igen, és el lehet blokkolni. Az mindenképpen le kell ütni, mert le kell ütni. Hát igen, hogy kevesebb van. Vagy akkor leütni, amikor jön a zerg, és akkor gg. Ketté vágni az armiát, igen, jobb, mint bármilyen force field. Bizony. Csak egy HP-re meghagyja a kőnek az életét, és pont akkor dönti be, amikor fölöl. Nem értem, de nem állt, hogy jó, persze fossa effektíve. Hú, ez itt most nagyon sok rócs lesz, bár elég sok force field van per pillanat. Hydraliskek is vannak, viszont nagyon szép force fieldekkel fogja a rámpát, és nem tudnak fölni hydraliskek. És vissza kell vonulni a Dynamite-nak, nem tudta kiszedni a fullot se. Ez itt nagyon kockázatos volt. Meggondolatlan volt, mert felküld egy rócsot, látja, hogy mi van ott, kétszer is meggondolja, hogy fel. Most jó, még mindig óriás ez előnye, csak ezzel Popcornnak adott annyi
Annyi időt, hogy ne halljon meg azonnal. Látod? És mondom, hogyha delítette volna, akkor... És 13 drón jön, az rengeteg egyszerre. Hát, de az ez nem ez baj, mert nem tud kijönni a patosz. Igen. Tehát ez megteheti. A legnagyobb probléma az... Szóval 85 drónom van most már Dánemát, úgyhogy elkezd most már masszívan unitozni lassan. Igazából az nagyon nagy probléma szerintem, hogy nagyon későn vette a Spire-t. Dynamite szerintem most hozza éppen a szokásos stratégiáját, ami, tehát ez a nagyon sok hídra rócsokkal, és hoz 3-4 Viper-t, és nagyon szépen kiabdakolja a túlokat. Lehet, hogy egy picit késő lesz. Mondjuk ezt egy Buta Switch úgy alázná meg, hogy nincsenek rá szavak. Igen, mondjuk elég szép armion most Dynamite-nak is, hogyha jól tud engage-elni, most elég szépek. És ez egy nagyon rossz pozíció Dynamite-nek igazából. Hát, mindkettőnek rossz. Jó, persze nem rossz elmenesdő, de igazából nem értem, hogy Popcorn honnit veszi a bátorságot. Kockáztat. Megindulni, mert jó, persze úgy lehet viszont, csak hogy nem tudja, hogy milyen van az egnek. Most az egnek lett volna kétszer ennyi, akkor már nyomkodhatja a D-betűt. Popcorn szerintem van olyan hátrányban, hogy úgy gondolkozik, hogy neki kockáztatnia kell ahhoz, hogy vissza tudjon jönni. Mert egyébként tudja, hogy nincs esélye, hogyha nem játszik bátran, de hogyha bátran játszik, és bejön neki. De semmit amúgy. Vissza kellett vonulnia, hát nem jött be neki. Mondjuk jó pár egységet megölt, azért azt hozzá kell. Ez az, hogy Zergnek megi önnyezettségét, ez a legjobb dolog, ami történhet egy Zerggel, mert legalább trader. Mert ő is vesztett egységet, de nehogy azt higgyük, hogy nem. Nem volt jelentős igazából szerintem Popcornnak a vesztesége. Talán pár zerotot veszített, nem láttam különösebben. Szentrit nem veszített szerintem. Hát de az pont elég, mert érted, a Protossnak a sereg az úgy épül föl, hogy folyamatosan, míg az Elge egy fungal hozza ki. Most kimaxolhat már simán a Dynamite, minek? Hát itt igazából ez itt a dolog. Amit nagyon hiányolok, hogy akár egy Warpism, simán lehet. Blink jön közben, lehet. Azzal megpróbáltam harasszolni, bár inkább a main engagementekhez. Szerintem a Blink Stalker. Inkább állna be és kolóvoi. Valószínűleg azzal... Nem tudom, aki látta a Naniva vs. Life-ot, hogy ott a Voidrock milyen erősek. Az egy nagyon szép meccs volt, tehát régóta izgultam annyira egy StarCraft meccsen, mint amikor azt néztem. De hát az live az nagyon szép volt el igazából. Jó, a Manor Hatchery az kicsit túlzás volt, igen. Simán lemaszmutázhatta volna, ahelyett tolatja rá, futtatja rá, hidrát, mint egy barom, de mindegy. Mégis megnyerte. Hát kicsit nagyképű volt. Hát nem, mert meg akartam mutatni ki a Jani. Nagyon sok korruptor van, és igazából, hogyha lenne, mondjuk a Blinkstalker ebből a szempontból nem rossz, mert a Voidot üti a korruptor, viszont azt tegyük hozzá, hogy a Void megeszi. Hát azért az túlzás, hogy a korruptor üti a Voidot, tehát egy darab Voidét még üt, de mondjuk, hogyha van már 5 Voidé, akkor az borzalmasan gyorsan. De viszont a Blinkstalkert meg nem üti. Igaz. Tehát ezt mondom, hogy ebből a szempontból mindenképpen előny. Közben Popcorn is lassan maxon van, úgyhogy az egész értem, amúgy az Ergeknél, hogy mi a búbálatos felért, hagyják a protokollt. Közben nagyon durva a harmadik engage-ben. Hogy hiába, nagyon szép, na nézzük, hogy lehet, hogy fókusz. A holok nem jó helyre lövöldöznek, az igazság. Hát, inkább ott a fölkamp volt, hogy mit nagyon szépek a force példák, hát úristen. Nem kell volna ott maradni. Szépen trader, fogalmazom úgy, mert azért elég nagy, ezért nem szabad, minek minden. 50 supply-t lement Popcorn Army, az igaz. Hát meg a fontosabbik feléből, tehát most a igen, Blanks... polókat elveszítettek. De hát meg közben a harmadik vagy a negyedik én. Hoppá, réha. Na ez most kínos Dynamite-nak, mivel rengeteg ünk 10 panolt le, és mivel nincs együtt az egész Army, így nem ér túl sokat. Szép Blink Micro-val itt körülbelül semmit nem fog veszíteni Popcorn. Emiatt kell mutázni ilyen helyzetben, amikor az ellenfélt a polót. Kiforszoltad, mert az a baj, hogy most itt lenne ilyen volna a Blinkstalker, itt lenne 20 muta, semmit nem ér. Ez végig. Igen, itt most már valószínűleg Popcorn fogja aláhozni a játékot, tehát itt most bepussol a naturálig, és onnantól már tehát darabjaiban jön csak meg Dynamite Armia, és Brace nyomja a GG-t, nem akarja megnyerni. Nagyon szépen lehozta ezt Popcorn hatalmas hátrányból. Hát ez kellett ahhoz, hogy Dynamite ne gondolja végig. Mondom, hamarabb deríti, hogy mi van, és hamarabb elrakja a Spire-t, nem lehet volna se... Nézzük, volt 6-7 centrie, 2 stalkerje, meg 4 kolója. Ha időben nézve, azt persze kivesz 10 hidrát, és a 10 hidra után meg kivesz 20 mutát, és vége szavasz. Emiatt kell deríteni. A decision making volt a helytelen. Mert nagyon későn vette észre, hogy koló van. És amikor már ilyenkor veszed észre, hogy ott 4 kín van, akkor már nehéz nincsen. Akkor haladjunk is tovább a következő játékra. Dynamite választ mapot, a mapunkból. És haladjunk is tovább. Milyen be?
Azt beszélt, hogy mutált, meg nem is láttunk igazából a mai nap folyamán, ami... De! Hogy de! Az én meccsemen volt mutat, csak megbasztam őket. Ja, azt a pár darabot. A mehesereggel. Na mi ehhez ott Szabi? Nem csak a mehkel, a marin, a harmadik lesbe is kijött nekem hat mutája. Igen? De hát kijött egy hat mutája a történ. Ja. És hát ezeket bedaráltak. De azok jó voltak bedarált. Hogy érzem, hogy normális. Amúgy azok csattok tök fúrakat. De azt mondom, hogy itt helyett lehet valami túlérték a marinak. Mondjuk volt már hat medivek. Ja hát jó, hogy a medivek az. De. Pont mennyire kósul? A kósul volt. Írd be neki, gyorsnál. A pokornak nagyon szépek voltak a Force Fieldjei. Valamint Caster mamáján. Eljesszis mamáján. Ezt tudom mondani, ez kringben hamarosan. Nagyon szépen. Hát igen. Na, közben, hogyha azonban yes. Készen mondanak, Gyula, mondanál egy számot, hogy a hütövet. Mondanál egy számot, hogy mennyien nézik az angol csatornát. 130 a magyar. 138. Szóval, mint balanszosok vagyunk. Hát akkor egy 260-an néznek minket körülbelül, ami nem annyira rossz. Plusz, hogy kb. Egy 50-en vannak a Minecraft-on. Igen, igen. Hát lehetne több is őszintén szóval, de... Akkor a halas ez van. Micsoda? Robi G az még nem gél. Valamelyik Caster mamájánál. Volt. ISIS, a mamádi a lakás. Na, kezdődik. Na. Kezdődik a harmadik érkezés, a Cross Slaughter Edition nevű pályán. Dynamite is popcorn játszik, bal felső, jobb felső kész. és ott van! És ott van! Bleach a jós! Az igen. Bal felső, jobb felső. Bal felső sarokban, rózsaszín színekben, Poison House Dynamite, a jobb felső sarokban, türkis színekben, Poison House Popcorn. És hát ahogy Bleach megjósolta, pontban úgy van. Bot. És mit jósolsz, hogy mit fognak csinálni a játékosok, ha már ekkora médium lettél hirtelen? Hát igazából addig nehéz megjósolni, hogy pontosan igazából Protosztól függ. Nem jó, mert Gyunus. Gyunus nagyon nagy mi nem igényeljük, van. Mi nem igényeljük azt a plusz 1000 nézőt, köszönjük. Na, hogy itt most a Protoszt megint Nexus köszönös, hogy ezt a Dynamite mondjuk szar irányba delít az over, de hogyha ezt észreveszi, nem lesz szerintem Drone Scout ezúttal. Ú, de hol jössz kérdező. Tudom. Most én is jóstok, de aztán lehet, hogy kurva lehet évre. És elindult a második Overlord, viszont ez már jó irányba megy, csak az baromi későn lesz. Azt mondom, hogy megint látja, hogy Nexus förtözik. A förtözik. És hogyha ezt megint időben deríti, akkor megint jöhet valami... Tehát megint megpróbált valami timingot. És megint igazából, jó, ez megint popcorn tűfő, hogy megfogja, szerintem most nem fog rócsózni, előbb bármilyen jól működött, valahogy utána nem igazán tudta, hogy mit kéne csinálni. Tehát lehet, hogy inkább valami vagy nagyobb ólénre megy, vagy egyáltalán meg se próbál. Tehát, hogy nem csinál csak olyan tájnú, vagy igazából, hogyha lett volna mellette turbóling, és csak realizál át turbólinget, egy void raid nem fogja meg a turbólinget. És a photon overcharge se. Belakod az egyikre és felfutsz a másikra. Link crack az így megesz mindent, igen. Hát meg mondom, a photon overcharge csak az egyik base-t menti meg. Tehát igazából popcornnak nagy szerencséje volt, hogy nem volt follow-up turbóling. A lingek kipróbálták a crack-et. Micsoda blokk, gosupob, és nem gosupob, Dynamite le tudja tenni a hatcherit. Mint a most nyerte volna a WC-est. Úgy tette azt a hatcherit. Szörnyű. Elkészül a spawning pool.